A miniszterelnök debreceni látogatásán egyházi vezetőkkel is találkozott. Orbán Viktor megbeszélést folytatott Fekete Károllyal, a tiszántúli református egyházkerület püspökével, Kocsis Fülöp görögkatolikus érsekkel pedig megállapodást írt alá. Ennek értelmében a kormány a következő 3 évben 2,3 milliárd forinttal támogatja a március 20-án megalapított Kajtu-Dorogi görögkatolikus metropóliát. Ellenszavazat nélkül döntött úgy Debrecen közgyűlése április végén, hogy ingyenes hasznosításba adja át a Hajdúdorogi görögkatolikus főegyházmegyének az egykori Debrecen Hotelt és a 60 István kollégiumot. A Petőfi téren egymás mellett lévő két épület évek óta üresen áll, és mindkettő felújításra szorul. Erre is jut pénz abból a kormányzati támogatásból, amelyről ma írt alá megállapodást Orbán Viktor miniszterelnök és Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi görögkatolikus metropólia érseke. Kocsis Fülöp bejelentette, a március 20-án létrehozott debreceni székhelyű főegyházmegye kiépítését 2,3 milliárd forinttal támogatja a kormány. Ennek az összegnek egy részét költik a várostól kapott Petőfi téri ingatlanok felújítására, átalakítására. Nem csak száraz egyházi hivatalok lesznek itt, kollégiumot, romaszakkollégiumot, a lakosság számára úgynevezett lelki egészségházat fogunk létesíteni, és nagyon sok kulturális programmal szeretnénk megtölteni ezt a házat, és ezt a két házat, két épületet. Orbán Viktor beszédében kiemelte azzal, hogy Első Ferenc pápa létrehozta a metropóliát, egy újabb szilárd pillére lett a keresztény Magyarországnak. A miniszterelnök hozzátette, a görögkatolikus egyház nagy mértékben járult hozzá eddig is az ország szellemi és gazdasági gyarapodásához. Ezért döntött úgy a kormány, hogy anyagilag támogatja a főegyházmegye elindítását és szervezeti stabilitásának megteremtését. Meggyőződésünk szerint, reményeink szerint ez hozzájárul a görögkatolikus egyház, a Vatikán és Magyarország kormánya közötti jó kapcsolatok fenntartásához, elmélyítéséhez, és reményeink szerint megerősíti nemzeti és európai identitásunkat. A Hajdúdorogi görögkatolikus főegyházmegye a 2,3 milliárd forintos kormányzati támogatást a következő 3 évben használhatja majd fel.